A két csapat őszi csatáját a nyíregyháziak nyerték egy ponttal, így szoros mérkőzésre lehetett számítani. A vendégek kezdtek jobban, az első negyedet 2 ponttal nyerte az Ajka, amely a második 10 percben 10 pontot tett hozzá előnyéhez. Fordulás után elkezdte ledolgozni hátrányát a házigazda, olyannyira, hogy a harmadik negyed végén már 2 ponttal jobban állt az NKS. A záró játék részben jól gazdálkodott előnyével Farkasinszky Gyuláni együttese, így végül 5 pontos nyíregyházi sikerrel zárult a találkozó. Az első fél időben azért se a keménységet, se a gyorsaságot, se a pontosságot, tehát Isten igazából, amiben lehetett, abban mindenben az ellenfél volt a jobb. Próbáltunk egy kicsit 2 fél időben rendezni a sorokat, próbáltunk egy kicsikét ráhatni, hogy mely mozgások azok, amik jobban működnek ezen a mérkőzésen, és a második fél időre igaz, hogy védekezést is váltottunk, mert ugye átváltottunk egy 3-2-es és egy 2-3-as zóna váltakozásával védekeztünk, amit teljesen jól megoldottak a lányok most. Szeretem, amikor előttem védekeznek, akkor könnyebb irányítani őket, mert ugye ha nem mindig látja, hogy a háta mögött mi történik. És innentől kezdve azért szerintem javult a dobó százalékunk, kevesebb eladott labdánk volt, sokkal jobban vettük észre azokat a helyzeteket, amiket észre kellett venni, és sokkal koncentráltabban kosárlabdáztunk, és ami a lényeg, hogy fölvettük azt a keménységet, amit föl kellett venni, és így győzelemmel zártuk ezt a mérkőzést. A fél időben azért, hát szerintem senki nem gondolta, hogy ennek ez lesz a vége, de ebből látszik, hogy milyen tartása van ennek a csapatnak, hogy ezt is meg tudta oldani. A vendégek edzője is a nyíregyháziak védekezés váltásában látta a vereségük okát. Szerintem nem nálunk történt változás, bár egy kicsit leült a csapat. Én azt gondolom, hogy sokkal agresszívabb védekezéssel jött ki a Nyíregyháza, amit a játékvezetők igencsak hagytak, amihez mi nem nehezen tudtunk alkalmazkodni, és egy 3-2 zónát alkalmaztak védekezésbe, amit próbáltunk már gyakorolni ellene a támadást, de nagyon nehéz, mert nagyon kevesen vagyunk, és keveset tudunk ötödben gyakorolni. Nem annyira sikerült ellenszer találni rá. A mezőny legeredményesebb játékosa Karakú Dorina volt. A nyíregyházi center 17 szerzett pontja mellett leszedett 13 lepattanót, és 10 szabálytalanságot is kiharcolt az ajkaiakkal szemben. Nem kis szerkezetű csapatról van szó, úgyhogy ugyanúgy megvolt a centerük, a gyors játékosú, a kinti dobó, úgyhogy összetett csapatról volt szó. Hál' Istennek mindenki egységesen tudta venni részét támadásunk védekezésben. Nagyon jól játszottunk most. Az amatőr NBA egy zöld csoport tabelláját az MTK TFS-e vezeti 8 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 7-1-es mutatóval rendelkező DVTK U23-at. A 6 győzelemmel és 3 vereséggel negyedik nyíregyházi kosársuli vasárnap a DVTK-hoz látogat.